Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Körrepülő modellek versenyeznek. Gyulai szervezésben rendezik a reptéren az Európa-bajnokságot. Ők jelentik a családot. A kézjegyben beszélt a Jószolgálat díjjal kitüntetett polgárőr Kispál. Rendőrségi tábor Szanazugban. Békés megyei cigány gyerekek vehetnek részt a programokon. Gyerekeket segítenek. Könyvgyűjtést indított határon túliaknak a református egyházközség. Ezekben a napokban negyedik alkalommal rendezi meg a körrepülő modellek Európa bajnokságát a Bumaco Fly Egyesület a Békéscsabai repülőtéren. A megmérettetésre 25 ország 250 versenyzője nevezett be 4 kategóriában, de a kísérőkkel, segítőkkel együtt közel 500 résztvevő érkezett. Ez a nap híre. A gyorsasági kategória egyik startját láttuk itt a Bumaco Fly Egyesület által szervezett körrepülő modellek Európa-bajnokságán a Békéscsabai repülőtéren. A megmérettetésen 4 kategóriában 25 országból 250 versenyző nevezett. A Gyulai Dobos István Modellező Klub versenyzője Elekes Imre is ebben a kategóriában indult, itt összesen 35-en mérik össze tudásukat. A közel 40 ezres percenkénti fordulaton működő motorokkal hajtott modellek akár a 300 km per óra feletti sebességet is elérhetik. Beindítják a motort, ott van egy kis melegítési időszak, akkor pilóta bemegy, vagy már bent várja az indítást, egy kézjelre vagy valamilyen jelre elengedik a modellt, az elkezd gyorsulni, felszáll a talajról, egy futókocsiból száll fel, az ott marad a földön, fönt van egy következő melegítési szakasz, ezt a melegítési szakaszt vagy megsegíti kézzel, vagy magától elindul a rezonátorcső, begyorsul a repülés, mikor úgy érzi a pilóta, hogy elérte a maximális sebességet, akkor a kör közepén lévő villába beteszi a foggantyú tengelyét. Itt pedig már a csapatversenyek zajlanak, ahol a 100 körös futamot 3 csapat egyszerre teljesíti, amit az is nehezít, hogy ez alatt kétszer kell megtankolni a modelleket, ezért itt nagy jelentősége van az időnek. Az angliai csapat egyik versenyzője optimista volt a szereplésüket illetően. I'm part of the British team. Angliából jöttünk a versenyre, nagyon jól érezzük magunkat. 70 éves vagyok, és már 60 éve üzem ezt a sportot. Mondhatni, ez egy életforma számomra. Itt egyenes kieséses rendszerben küzdünk, és bár a brit csapat tagjai az átlagosnál kicsit idősebbek, így talán hamarabb elfáradunk, mint a többi együttes, de azért lelkesen próbálkozunk, az eddigi akadályokat sikerrel vettük. A műrepülő kategóriában előre meghatározott manővereket, figurákat kell bemutatni a versenyzőknek, amit a bírók különböző szempontrendszer szerint pontoznak. Az előfutamokat követően a legjobb 15 modellező között fog majd eldőlni a végleges helyezés. Különleges látvány az úgynevezett légiharc is, amikor két repülő egymással küzd. A végcél itt az, hogy a modellekre erősített szalagot úgy távolítsák el, hogy a két repülő ne ütközzön össze. A gyulai székhelyű Bumaco Fly Egyesület már nem először rendez ilyen nagyszabású versenyt. Nemzetközi szervezetnél a pályázatunk azért már negyedik alkalommal nyert. Azért 12 év alatt én úgy tudom, hogy a világon nem egyetlen egy szervező sem rendezett ilyen nagy mennyiségű versenyt. Az Egyesület legközelebb 2020-ban szeretne körrepülő világbajnokságot szervezni, melyen újra több száz versenyző mérhetné össze tudását. Országos jószolgálati díjjal jutalmazták Kispált a tanyán élő idősekért végzett áldozatos és példaértékű munkájáért. A gyulai polgárőr a kézjegyben elmondta, hogy a tanyasi emberek számára sokszor az őket látogató polgárőrök jelentik a családot. Benézek, hogy minden rendben van esetleg. A felvételen Kispál éppen azt ellenőrzi, hogy minden rendben van-e egy Gyula környéki tanyán. A polgárőr 2006 óta segíti a tanyavilágban és külterületeken élők mindennapjait. Az idősekért végzett önzetlen munkája elismeréseképpen idén a Twickel Zicsi Mária Terézia Alapítvány Jószolgálat díjával jutalmazták. Kispál a kézjegyben elmondta, a tanyasi emberek számára sokszor a polgárőrök jelentik a legnagyobb segítséget. Van olyan, hogy idős ember ilyen rossz időjárás esetén telefonszámom, hogy nyilvános telefonál, hogy Pali, kellene hozni
kenyeret, tejet, nem tudok bejönni, nem tudok kijönni, és időmhöz mérten próbálom nekik megoldani, segíteni, ami olyan sürgősebb, hogy telefon egyenleget föltölteni, bármikor szívesen elvégzem nekik. A polgárőr korábban a húskombinátban dolgozott, annak bezárása óta pedig közmunka mellett látja el feladatait. Ő maga is Tanyán lakik, ahol feleségével két gyermeket nevelnek. Elmondta, hogy a tanyasi élet megismerése megváltoztatta a életszemléletét. Fontosnak tartaná, hogy minél több fiatal is csatlakozzon a polgárőrséghez, mivel ez a tapasztalat hasznos lehet számukra az élet több területén. Az idős emberek sok mindent tudnak mesélni. Tehát az idős embereket meg kell hallgatni, tehát beszélni kell hozzájuk, és ők is elmondják életútjukat, minden, és ebből lehet tanulságokat levonni bizony. Mert ők keményen dolgoztak annak idején, és van élettapasztalatuk. És ez a mostani fiataloknak nagyon jó lenne. Bár Kispál egyéni elismerésben részesült, úgy gondolja, hogy a díj a gyulai polgárőrség minden tagjának dicséri a munkáját. Két turnusban vehetnek részt cigány fiatalok a rendőrség nyári szanazugi táborában. Az egyenruhások fontosnak tartják, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a mindennapok veszélyeire. Ők a rendőrség által roma gyermekek számára szervezett ifjúságvédelmi tábor résztvevői. Hétfőn Szanazugban mutatták be a rendezvény célkitűzéseit, a megyei roma önkormányzat hasznosnak tartja a hagyománnyá vált programot. A gyerekek, a fiatal roma származású gyerekek belelátnak a rendőrségi munkába, meglátják a rendőrségnek azon oldalait, amit sokszor ők nem látnak, nem tapasztalnak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők a társadalomban el tudjanak helyezkedni olyan módon, ami a társadalmi elfogadottságokat növelik. Itt olyan beszélgetések lesznek majd, olyan rendőrségi előadások lesznek, amik ezt fogják emelni. Ezért is nagyon fontos nekünk, a Békés megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak ez a lehetőség. Az első turnusban Dévaványáról, Füzesgyarmatról, Mezőgyámból és Zsadányból érkezett 27 fiatal. Őket a jövő héten egy újabb csoport követi. A szállásról, az étkezésről és a programokról a megyei rendőrfőkapitányság gondoskodik. Fontos célnak tartják, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a mindennapok veszélyeire. Fontosnak tartjuk, hogy ezekkel a gyerekekkel is találkozzunk, a mindennapok veszélyeire felhívjuk a figyelmet. Természetesen egy picit azért szabadabb körülmények között, itt is a táborban. Ma délután közlekedésbiztonság, gyalogos és kerékpáros biztonság, fürdőzés szabályairól lesz szó, hiszen azért, hogyha egy kicsit jobb idő lesz már holnaptól, akkor erre is sor kerülhet. Természetesen szó lesz az internetbiztonság és az úgynevezett drogmegelőzésről is. Életkornak megfelelően majd egy kicsit a nagyobbakkal külön, illetve a kisebbekkel külön dolgozzuk fel ezeket a témákat. A hét során a gyulai rendőrkapitányság munkatársai bűn és baleset megelőzési előadásokat tartanak. A rendőrök segítségével a táborozó fiatalok közelebbről is megismerkedhetnek a rendőri munkával, a rendőrség járműveivel, felszereléseivel és technikai eszközeivel. Gyulára is ellátogat a Magyar Posta utazók kiállítása. A tárlat bemutatja a Magyar Posta függetlenné válásának és első évtizedeinek történetét, a posta egyesítését a távíróval és a távbeszélővel, és azt, hogyan alakult ki a századfordulóra a világ egyik legjobb posta szolgálata. Az ingyenesen látogatható kiállítást augusztus 17-én és 18-án tekinthetik meg az érdeklődők Gyulán, a Kossuth téren. A határon túli szorványtelepüléseken élők számára indított könyvgyűjtést a gyulai református egyházközség. A minél több elsősorban gyermek és fiatal számára szeretnének eljuttatni hazai nyomtatott és elektronikus kiadványokat. Most én is szeretném egy kisebb könyvcsomaggal támogatni. Görgényi Ernő polgármester is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, melyet a Gyulai Református Egyházközség indított el azzal a céllal, hogy a határon túli szorvány településekre elsősorban gyermekeknek és fiataloknak juttassanak el könyveket. Az itt élők nehezen jutnak hozzá a hazai irodalmi kötetekhez, a könyvtárakban egyre kevesebb könyvet lehet fellelni, és CD-ket, DVD-ket is szeretnének eljutatni az itt élőknek, akik egy honlapon keresztül jelezhetik, hogy mire lenne a legnagyobb igényük.
a könyvet igénylők, tehát a szorványban lévő települések igénylő le tudják adni, hogy milyen könyvek, milyen CD-k, DVD-k szükségesek az ő településükre, és mi itt megpróbáljuk létrehozni azt a kapcsolatot, ami alapján ezeket a könyveket, CD-ket ki tudjuk vinni. Erre szolgál maga az internetes felület, tehát akiknek van otthon a könyvespolcán olyan könyv, amit egyszer-kétszer már elolvasott, és úgy gondolja, hogy nem tudja tovább forgatni, akkor az hozza be hozzánk. Ez a hozzánk, ez most jelen pillanatban azt jelenti, hogy a Gyulai Református Egyházközség parókiára kell leadni ezeket a könyveket, és mi innen szétszórva továbbítjuk is a munkatársaink. Görgényi Enő azért is tartja fontosnak ezt a civil kezdeményezést, mert ha minél több emberhez eljuttatják ezeket az olvasnivalókat, akkor erősödhet a nemzet összetartó ereje. Nagyon nehéz nekik hozzájutni a magyar kultúrához, a magyar irodalom pedig nagyon fontos megtartó erőt jelent, hiszen a magyar nyelv az a hazánk is tulajdonképpen. Éljünk bárhol a világon, az mindig a hazánkat jelenti. Ezért ezt az ügyet mindenképpen támogatandónak tartom, és magam is hoztam egy csomag könyvet, közte a Gyulai Kisottó gyermekeknek szóló verses köteteivel és ifjúsági regényekkel. Remélem, hogy majd olyan helyre jut, ahol nagyra értékelik és örömmel olvasgatják őket. A szervezők várják az adományokat a lakosság részéről. A református egyházközség kéri, juttassák el hozzájuk a feleslegessé vált könyveiket. A Batonyai közúti határátkelő helyen át akart hétfőn Romániába vinni egy férfi egy személygépkocsit, amelyben egy másik gépkocsihoz tartozó motor volt. A román származású, Németországban élő hontalan férfit előállították és kihallgatták, a gépkocsit lefoglalták. Az intézkedésről a magyar rendőrség értesíti a körözést elrendelő német hatóságot. Komoly károkat okozott a növényeknél az elmúlt időszak kánikulai időjárása. Rövid hírek következnek. Borzasztó sok kárt okozott, a cseresznyefánk természetesen már a java el van száradva, hiába öntözöm, nem tudom olyan mélyen öntözni a talajt, hogy odajusson a vízmennyiség. A Gyula külterületén élő Komlósi Erzsébet mutatta itt, hogy milyen károkat okozott a szárazság és a hőség a kertjében. A cseresznye mellett komoly problémák lettek a szőlővel, a szilvával és az uborkával is. A terület nagysága és a folyamatos forróság miatt a locsolás sem oldja meg a gondokat, ezért várhatóan jóval kevesebb lesz nála idén a termés, ami komoly nagyságrendű veszteséget jelent. Teljesen le van sárgulva a levele, mint tönkre van már. Nem jobb a helyzet Árgyalán Tamáséknál sem. Itt a tök szenvedte meg leginkább a hőséget, de a gyümölcsfákat is jelentős károk érték. A vasárnap érkezett hideg front és eső okozott némi felfrissülést ugyan, de az előrejelzések szerint a héten újra visszatér majd a kánikula. Kézzelfoghatóan javultak a magyar-szlovák kapcsolatok a rendszerváltás óta eltelt 27 évben, de a teljes megbékélésre még várni kell, mondta az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke szombaton Tóth Komlóson a csehszlovák magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Németh Zsolt kifejtette, a kitelepítettek magyarországi kárpótlása még lóg a levegőben, és a kisebbségi jogok biztosítása terén is sok még a tennivaló. Ám szerinte a szerb példa alapján úgy itt elérhető a javulás. Zalai Mihály, a Békés megyei önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, a magyarországi szlovákok kötelező visszatelepítése a megyében maradt szlovákság gyors asszimilációját hozta magával, meggyengült egy nemzetiségi kultúra, amely a megelőző 3 évszázadban meghatározta a megyét. Hálásan köszönjük neki, és boldog születésnapot, sok boldog születésnapot kívánok neked. 100 000 forinttal támogatta a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítványt 50. születésnapja alkalmából Bruder Károly. A textil szobrász az összegen kívül 2 alkotását is az alapítványnak adományozta, amiket elárvereznek, az ebből befolyt összeget pedig a mentőautóra költik. Bruder Károly az ország első férfi powerpoloktatója. Ez egy olyan technika, mely során használt textíliákból készítenek dísztárgyakat. Az alkotó 25 éves koráig Gyulán élt, és segédápolóként szüleihez hasonlóan a kórházban dolgozott, ezért is tartja fontosnak a kezdeményezést. A mentőautó beszerzése már folyamatban van, előreláthatóan szeptember 30-án adják át. A gyűjtés azonban nem áll meg, hiszen a járművet korszerű berendezésekkel kell felszerelni, valamint a fenntartása is költséges. Ezért az alapítvány további támogatásokra számít. Bruder Károly 2 alkotása a művelődési házban tekinthető meg, licitálni az alapítvány honlapján lehet rájuk.
a Békés Csabát fogadta vasárnap a Szeged 2011 Grosics Akadémia az MB2 Merkantil Bank második fordulójában. A hazai együttes a 21. percben megszerezte a vezetést, de a vendégek a mérkőzés hátralévő részében 4-et rúgtak Szántai kapujába, így 4-1-es Békés Csabai győzelemmel zárult a párharc. A Szeged Grosics vasárnap a Vác ellen lép pályára. A csapat következő hazai mérkőzését augusztus 19-én szombaton a Szolnok ellen játssza. Hogy nem nézegetted néhány percen át valamilyen jó nyomat tükrében Krüger, vagy Türer, vagy Michelangelo valamelyik festményét vagy rajzát. Minden nap érdemes legalább fél órát áldozni a művészeteknek, idézte Márai Sándor gondolatait Fenyvesi Dóra a Székely Aladár Klub A Mi Világunk című kiállításának megnyitóján. A tárlaton a Gyulai Fotóklub tagjainak elmúlt évben készült kedvenc képeiből látható válogatás. A megnyitón Katona Péter, a Magyar Fotóamatőrök Országos Szervezetének délalföldi alelnöke és a Békés Csabai Márvány Fotóműhely elnöke elmondta, hogy a Gyulai és Békés Csabai klubok között évek óta szoros és jó a kapcsolat. Ez annak köszönhető, hogy összeköti őket a fényképezés iránti szenvedély. Az 1984 óta működő Székely Aladár Fotóklub tagjai folyamatosan tanulnak egymástól, és rendszeresen részt vesznek közös fotósétákon is. A klub évente két alkalommal szokta kiállításon bemutatni a tagok alkotásait. A megnyitó végén Erdődi Ferenc a kiállítás alkalmából írt versét szavalta el. A 18 alkotó 74 képéből álló tárlat augusztus 25-éig tekinthető meg a Művelődési Házban. 1908. augusztus 8-án a franciaországi Le Mans-ban tartották első nyilvános bemutató repülésüket a Wright fivérek. A két feltaláló által épített irányítható motorral hajtott gép mérföldkőnek számít a repülés történetében. Bár a repülésről azt tartják, hogy az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód, mégis sokan tartanak tőle. Ön szokott repülővel utazni? Én nem is vágyom rá. Nem? Nem, félek tőle rettenet. És mitől fél ilyenkor? Tehát? Hát mert az magasan van, sokat lehet esni. És akkor ilyen próbarepülésen sem volt kisebb? Nem, nem. Jó, Isten őriz. Utaztunk, igen, és igen, szeretnék, ha lehetne. Igen. És első alkalommal volt önben félelem, vagy bármilyen szert? Hát egy picit igen, mivel nem tudtam, de kellemesen csalódtam. És milyen távolságokat utazott? Németországba mentünk. Úgyhogy de jó volt. Persze, már több alkalommal is, igen. És megbízhatónak tartott, tehát nincs ilyen, hogy félsz tőle? Hát józanul még nem mertem, de egyébként igen, nem félek abszolút. Értem, és merre utaztál? Hollandia és Svédországból. Merjünk nyitottak lenni a másik ember felé, hangzott el Szegeden a Délalföld legnagyobb múltú vallási ünnepén. Lapszemle következik. Merjünk közeledni. Havas boldogasszony búcsút ünnepeltek Szeged alsóvárosban, írta a Magyar Kurír. Merjünk nyitottá válni és közeledni a másik ember felé, ez a kulcsa annak, hogy valódi találkozásokban legyen részünk. Hangzott el a Délalföld legnagyobb múltú vallási ünnepén, amit augusztus 5-én és 6-án tartottak. Tanácskoztak a zenebarátok. Éves közgyűlésén megerősítette elnöki posztján Farkas Lászlónét, a Békéstarhosi zenebarátok köre. A Békési újság arról számolt be, az ülésen még kiderült, Tarhost önerőből fejleszti tovább a tulajdonos. Társadalmi halőri vizsgát tartottak. Halőr jelöltek részére szerveztek felkészítő tanfolyamot, amelyet a napokban 23 sikeres társadalmi halőri vizsga követett. A békésijárások.hu azt írta, a társadalmi halőr többek között a halfogásra jogosító okmányok és a kifogott hal ellenőrzésére is jogosult. Mocsárréteket kezelnek. Mechanikai kezelési módszerekkel, vagyis rendszeres kaszálással, szárzúzással próbálják megakadályozni a mocsárrétek elnádasodását, becserjésedését, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. Az ugrai réten a kaszálások felhagyása után kedvezőtlen folyamatok indultak meg. Nőtt a nádosok kiterjedése és helyenként a gyalogakác is megjelent. Szerdán folytatódik a felmelegedés. Csütörtökön is igazi strandidő lesz erős UV-sugárzással. Szerdán folytatódik a felmelegedés. Sok napsütése, igazi strandidőre készülhetünk. Erős UV-sugárzással. Napközben csapadék egyáltalán nem várható. Gyenge, néha mérsékelt, délies irányú légmozgás valószínű. Az éjszakai órákban elvétve előfordulhat egy-egy futó záporeső, esetleg zivatar.
A hőmérséklet az éjszakai 20 fokról kora délutánra 35 fokig emelkedik. Csütörtökön további erőteljes felmelegedésre készüljünk. Mérsékelt délies szél fúj majd. Zömmel napos idő lesz, csapadék estig általában sehol nem hullik. Este és éjjel egy lassú mozgású, markáns hidegfront közelíti meg térségünket, de ebben az ország részben várhatóan nem alakul ki belőle zápor. A hőmérséklet csütörtökön 23 és 36 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Körrepülő modellek versenyeznek. Gyulai szervezésben rendezik a reptéren az Európa-bajnokságot. Ők jelentik a családot. A kézjegyben beszélt a Jószolgálatdíjjal kitüntetett polgárőr Kispál. Rendőrségi tábor Szanazugban. Békés megyei cigány gyerekek vehetnek részt a programokon. Gyerekeket segítenek. Könyvgyűjtést indított határon túliaknak a Református Egyházközség. A Gyula TV híradóját látták, most a kézjegy következik, utána a pódiumot láthatják. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevízió.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!